25 millió forintot különített el a Nyíregyházi önkormányzat civil szervezetek és egyesületek támogatására az idei költségvetésben. A megyeszékhelyen évek óta kiemelten kezelik a civil szervezeteket, a város polgármester a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy fontos az ő támogatásuk. Bármennyire jól működik egy önkormányzat, én azt gondolom nálunk most már jól működik, stabil, pénzügyileg kiszámítható és egyéb területeken is tudja támogatni a civil szervezeteket, de nem tudja azt ellátni, amit a civil szervezetek maguk. Szükség van rájuk, mi komolyan veszük őket, partnerként kezeljük, és én remélem, hogy az eddigi sikeres munkájuk ezében is folytatódik. A támogatások között újdonságként jelent meg az ifjúsági alap, a kulturális, a környezetvédelmi, a civil és a közbiztonsági alap mellett. Az egyesületek pályázat útján nyerhetik el a támogatásokat. Február 21-én megjelent az kulturális alap, a civil alap, a környezetvédelmi, a közbiztonság, illetve az ifjúsági alap pályázati felhívásai, melynek beadási határideje március 23-a. Az akkorra beérkező pályázatokat a különböző szakbizottságok fogják véleményezni, illetve a közgyűlés majd szavazni fog róla. Tehát pályázat útján lehet, és várjuk a programötleteket. Újdonságként jelenik meg, hogy idejében ugye három rendezvényre, három tevékenységre pályázhatnak, hogy az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy akár többre is pályázhattak. Most megpróbáltuk, hogy ugye három rendezvényre próbáljuk leszűkíteni azokat, vagy a szervezetek, amelyeket a legfontosabbnak, illetve saját maguk határozzák meg a prioritásaikat. A támogatások elérésében nincsen alsó, sem felső határ. A 25 millió forintot az egyes szakbizottságok között százalékos arányban osztották el a felhívásnak megfelelően. A 12. alkalommal megrendezett jogi és pénzügyi konferencián az érdeklődők a cégkapu regisztrációs kötelezettségekről, valamint az adatvédelmi törvény civil szervezeteket érintő előírásairól is tájékoztatást kaptak. A konferencián kitüntetést is átadtak, a közösségi értet elhivatott munkájáért a Nyírségi Iszkirályok Egyesület munkáját ismerték el.